Sziasztok, kedves diákok! Nagyon hiányoztok nekünk, nagyon sokat gondolunk rátok, hogy vajon hogy megy ez az otthon tanulás. Annyira sokat gondoltunk rátok, hogy a végén összeállítottunk nektek egy gyűjteményt online anyagokból, amiket bátran használhattok otthon gyakorlásra. Ugyebár itt a gimnáziumban igyekszünk annyi tananyagot adni, amennyi a heti óraszámotokba belefér. Nem szeretnénk túlterhelni titeket, de ha valakinek ez kevés, akkor már is gyakorolhat, és meg is mutatom, hogy mikkel. Nézzük meg! Gimnazistákkal fogom kezdeni először. Már is megnyitom a British Council Learn English Teens oldalát. Azért szeretjük nagyon ezt a weboldalt, mert az összes készséget, az összes alapkészséget megmozgatja, ami akár érettségéhez, akár nyelvvizsgához kell. A közös európai nyelvi referencia keret szerint be vannak szintezve a feladatok. Rögtön rákattintok arra, hogy skills. Itt látunk itt, hogy speaking, listening, reading, writing. Hát nézzünk meg egy hallás utáni szövegértést. Ha elindul nekem, és elindul. Jó, kiválasztom ezt a szimpatikus képet. És ezen belül, mondjuk My Hero, ez nagyon jól hangzik ezekben az időkben. Egy videó fog megnyílni nekünk, ugye nem vágunk rögtön a dolgok közepébe, van egy ilyen rész, hogy preparation. Ezek olyan feladatok, ami előre elgyakoroltatja azt a szókincset, ami majd a videóban szerepelni fog. Tehát érdemes ezeket megcsinálni, és akkor már is rákészülnünk arra, hogy mi várható a videón belül. Ha a videót meghallgattuk, akkor alatta kell kattintani a feladatra, rögtön lenyílik, és a kitöltés után rögtön lehet ellenőrizni is. A következő, amit javasolni tudok, az a Duolingo. A Duolingo az nem csupán egy weboldal, ez egy applikáció. Ezt le kell tölteni akár okostelefonra, akár számítógépre, és egy saját oldalt kell rajta létrehozni. Be lehet lépni Facebook oldaladdal is, vagy e-mail címmel és jelszóval. A Duolingo rövidebb, hosszabb mondatokat ad, nem feltétlen fog előre tanítani dolgokat, hanem példamondatok segítségével nézhetjük meg a különböző szókincs oldalakat, nyelvtani részeket, és úgy lehet vele tanulni, hogy amikor elrontod a mondatot, akkor levon a pontjaidból, ezért kénytelen leszel újra gyakorolni. Sokan felhozták panaszként azt, hogy túl egyszerű, valóban az eleje nyilván nagyon egyszerű, de ezeket javaslom, hogy pörgessétek végig, és eljuttok arra a szintre, ami már nektek is kihívást jelent. És onnan pedig napi szinten 5-10-15 perces feladatokkal lehet tovább haladni, beállíthatod magadnak, hogy mi az a minimum, amit napi szinten meg akarsz csinálni. Ez egy nagyon szórakoztató oldal szerintem, és különösen jó arra, hogyha szeretnél kikapcsolódni pár percig, de nem akarod a közösségi oldaladat pörgetni, inkább azt a pár perc alatt is tanulnál valami újat, akkor a Duolingo erre tökéletes. Hogyan gyakorolhatjuk a nyelvtant? Van egy ilyen oldalunk, a Perfect English Grammar. Ezen az oldalon rengeteg gyakorló feladatot találtok, a könnyűtől a nehézig. Most megnyitottam a Present Perfect oldalát. Ugye itt kitöltöd a feladatokat, majd rögtön le is lehet ellenőrizni. Most beírok egy megoldást. Last night I... Okay, ugye past simple és present perfect összehasonlítás, mivel ott a last night, hát én beírtam, hogy lost. Check. És ott a pipa el is fogadta. Így lehet végigmenni a feladatokon, és gyakorolni azt, amit mondjuk tankönyvből már átnéztél, megtanultad, munkafüzeti feladatokat kitöltötted, és még mindig érzed, hogy kellene ismételni, ezen az oldalon megteheted, és rögtön vissza is tudod ellenőrizni magad. Tehát amikor nincs ott melletted az angol tanárod, vagy nincs éppen online óra, akkor ugyanúgy meg tudod csinálni, és rögtön egy
visszajelzést is kapsz arról, hogy jól tanultad meg, vagy még kell gyakorolni. A következő weboldal, amit javasolnék nektek, szókincs és nyelvtan gyakorlására is alkalmas, EngVid. Ez az oldal több angol tanárt is alkalmaz, rengeteg videójuk van, szókincsekkel, különböző területek szókincsével, nyelvtani anyagokkal, illetve akár levélírás, eszéírás mikéntjével is foglalkoznak. A tanáraik rendkívül szórakoztató stílusban tanítanak. Én azért szeretem ezt használni az óráimon egyébként, mert rendkívül egyszerű. Azt is jó nézni, hogy egy sima fehér tábla elé beáll egy humoros tanár, és ott magyarázza el, nagyon szórakoztató, és egyébként pedig nagyon hasznos módon, amit tanulni szeretnénk. Jó. Itt most pont megnyitottam a food szókincset. Nem fogom elkezdeni a videót, de itt lehet látni, hogy különböző szinteken mozoghatunk, de találunk itt is, hogy active, passive, voice, phrasal verbs, tehát itt bőven van találnivaló. YouTube-on is be lehet ütni, hogy EngVid, és ott is ki fogja adni ezt a csatornát. Következő weboldal az íráskészséget gyakoroltatja. Nagyon szeretem, az a címe, hogy Write and Improve. Ez egy zseniális weboldal, ennek minden díjat odaadnék. Nem tudom, mennyi időbe telt, mire ezt létrehozták. Minden vizsgára, érettségére, nyelvvizsgára kénytelenek vagyunk, muszáj írni fogalmazást, levelet, akár újságcikket, a legkülönfélébb fogalmazás típusokat. És most, hogy otthonról dolgoztok, nagyon jó gyakorlási lehetőség, ha rámész erre a weboldalra, megnyitsz mondjuk egy általuk kínált feladatot. Én megnyitottam azt, hogy elolvasom angolul. According to most doctors, adults need 30 minutes of physical activity at least 5 days a week to be healthy. However, most adults do not get this recommended amount of exercise. What can be done to help people get the exercise they need? Give examples to support your answer. Megvan adva, hogy miről kell írnod, az is megvan adva, hogy mit kell belefoglalnod. Ha jól emlékszem, én intermediate szintet nyitottam meg, hát ez körülbelül egy erős B1, B2. Ide ebbe a négyzetbe lehet beírni a fogalmazásodat. Van egy limit, itt a kép alján látható, ez 300 szó. Miután elkészültél, ráírsz arra, hogy check. Hát beírok gyorsan egy mondatot, de egy egész szöveget nem. Egy kis hibát is ejtek benne. Ez is jó maradhat a hiba. Jó. Most vegyük úgy, hogy lusta voltam, és nem értem meg az egész fogalmazást, de akkor lecsekkoljuk, hogy ez minek felel meg. Hát igen, kapásból legalább 25 szót bele kellene írnom. Tehát rögtön keveset is írtam. Ha 25 szót beleírnék, akkor azt is megmutatja nektek ez a szoftver, hogy például itt ejtettem egy helyesírási hibát, nem make exercise, hanem do exercise. Azt is kírja, hogy belefoglaltam-e elég gondolatot, elég ötletet azzal kapcsolatosan, amit ők kértek, és azt is ki fogja mutatni, hogy a közös európai nyelvi referencia keret szerint ez milyen szintű fogalmazás. Tehát B1, B2, ha kiadja azt, hogy A2, és te arra számítottál, hogy már mehetnél középfokú nyelvvizsgára, akkor bizony-bizony tovább kell gyakorolni. A kijavított és újra megért fogalmazásodat újra feltöltheted ide, és meg fogja mutatni azt ez a szoftver, hogy mennyit fejlődtél.
Jó. Ha hallás utáni szövegértést szeretne valaki gyakorolni, én nagyon tudom javasolni az Easy English csatornáját a YouTube-on. Ezek rövid, 3-5 perces videók. A lényege az, hogy a csatorna készítői egy mikrofonnal, kamerával a kezükben állnak London utcáin, és a járókelőket megállítják, és egy egyszerű kérdést tesznek fel, de egy nap, vagy mondjuk egy videón belül egy kérdést, egy ugyanazon kérdést tesznek fel mindenkinek. Itt például a videó alatt látjuk, hogy What are you doing today? Ezek az egyszerű kérdéstől találhatunk videókat a bonyolultabb témákig is, és a válaszadók eredeti anyanyelvű kiejtéssel nem túl bonyolult, nem túl hosszú válaszokat adnak. Persze attól függően, tehát nyilván amikor már egy bonyolultabb, absztrakt kérdést tesznek fel, ott már akár egy hosszabb választ is hallhatunk, de hát ez nyilván a szintünknek megfelelően hasznunkra lesz. Ezeket nagyon tudom javasolni, rövid videókról van szó, nem kíván túl nagy erőfeszítést, viszont rendkívül hasznos ahhoz, hogy egyrészt gyakoroljuk a hétköznapi szókincset, a hétköznapi élet szókincsét, és anyanyelvű kiejtést hallgassunk minél többet. Akkor áttérnék arra, amiket az általános iskolában tanulók számára javasolnék. Az egyik az a Duolingo, amit általános iskolások is nyugodtan használhatnak, lévén, hogy tényleg a legegyszerűbbtől az egészen nehézig megy el. Ez is egy opció, illetve van nekünk egy ilyenünk, hogy Word War. Ez egy olyan weboldal, ahol több tanár is föltette az általa elkészített, akár szókincs gyakorló, akár nyelvtan gyakorló feladatait. Nézzünk meg egy példát. Adjectives. Jó. Hát, itt most el kellene olvasnom pontosan, mit vár tőlem ez a feladat. Szerintem ti gyerekek biztos hamarabb megértitek, mint én, és fogtok tudni rajta gyakorolni. De van nektek még egy nagyon jó weboldal, ez a British Council Learn English Kids. Ugyebár ez majdnem ugyanaz az oldal, mint a Learn English Teens, de ez a Kids. Itt nagyon aranyos videókat, történeteket találtok. Itt egészen az egyszerűtől, tehát az alsó tagozatosok is találnak maguknak valót, a felső tagozatosok is. You watch a video. Ha megnyitod, találsz hozzá kérdéseket. Ez egy rendkívül szórakoztató weboldal. Javaslom, hogy böngészétek át ezeket az oldalakat, akár szüleitekkel együtt. Ha bármi kérdés felmerül, akkor írhattok nekünk, akár e-mailben is. Egyelőre ezeket készítettük számotokra, és kívánunk nektek nagyon hatékony és élvezetes tanulást otthon. Gyakoroljatok sokat, a fejlődésetek most a ti kezetekben van. Nektek, rátok hárítjuk a felelősséget, hogy gyakoroljatok, vissza tudjatok ellenőrizni magatokat, és hát az egész folyamathoz sok sikert kívánunk. Sziasztok!